És aki azt mondja, hogy na de hát a másik is ezt mondhatja, az gyenge elmélyű. Wittgenstein úgy mondta, hogy ha én meg nem vagyok, akkor nem változik meg a világ, hanem megszűnik. Egy nagyon gyatra elképzelés, mert néha elképzelik, hogy mi lesz, akkor én meghalok, akkor majd összejönnek az emberek, és sírdogálni fognak némelyek, mások meg inkább örülnek meg. De nem így van. Tulajdonképpen, ha a halál megsemmisülés, akkor a világ nincs többé. Schopenhauer is azt mondta, hogy a szolipszistát nem lehet megcáfolni, de aki a szolipszizmus híve, annak elmegy új intézetben van a helye. Ma az elmegyógy intézetek nem szolipszistákkal vannak. Voltak tele, amit voltak. Az, amit a tradíció képvisel, ami a tradicionális tanításokban megjelenik, az nem filozófia. Ezt határozottan ki kell mondani. De filozófiai interpretációja is lehetséges ezeknek a tanításoknak. Ha a filozófia nyelvén fogalmazzuk meg, de nem filozófiai keretek között vizsgáljuk, akkor egy irányzatnak felel meg az, ami a tradicionális metafizikai tanítások lényegét képezi. Ezt úgy nevezzük, hogy szólipszizmus. Ez a szólus szóla szólum egyedüli, és a szólé egyedül szavakból származik. Egyrészt, másik pedig az ipse ipsum szóból, valami azt jelenti, hogy önmaga. Önmaga, de ezt úgy tudjuk értelmezni, hogyha egyes szám első szemébe tesszük, tehát önmagam. Egyedül önmagamizmus. Ezt jelenteni. Tehát azt jelenti, hogy ismeretelméletileg, sőt ismeretelméletből kiterjesztve lételméletig, a voltaképpen csak én önmagam vagyok. Mert minden önmagam körén belül jelentkezik. Nincs más világ, csak az a világ, amit én tapasztalok. És aki azt mondja, hogy na de hát a másik is ezt mondhatja, az gyenge elmélyű. Szóval tulajdonképpen az. Ezt szokták felvetni, de ez egy rendkívül ostoba, primitív felvetés. Ezt tapasztalom, a másik embert is én tapasztalom. Mindenkit én tapasztalok, az úgynevezett testi önmagamat is én tapasztalom. Minden önmagamból következően van. Tehát ha én nem vagyok, akkor nincs semmi. Wittgenstein úgy mondta, hogy ha én meg nem vagyok, akkor nem változik meg a világ, hanem megszűnik. Tehát
Tehát ha a halál megsemmisülés lenne, akkor a világ megszűnné kapra. Világ sem lenne. Egy nagyon gyatra elképzelés, mert néha elképzelés, hogy mi lesz, akkor én meghalok, akkor majd összejönnek az emberek, és sírdogálni fognak némelyek, mások meg inkább örülnek, meg de nem így van. Tulajdonképpen, ha a halál megsemmisülés, akkor világ nincs többé. Semmi sincs. Semmi sincs. És mondom, minden olyan felvetés, hogy más is ezt mondhatja, ezek teljesen érvénytelenek. Mert hogy más is ezt mondhatja, ezt is ebben a világban tapasztalom, hogy a másik mit mond. Meg azt itt is, hogy az én testemet, de a testi valóságom. Az én felfogásom szerint, és a tradicionális felfogás szerint a halál nem jelent feltételen és abszolút megsemmisülést. Ez egy más és máshová vezető kérdés. Na most a szolipszizmus tulajdonképpen, tehát nem azt jelenti, némely lexikon így írja le, és az egészen ostoba, hogy csak a tapasztaló ember van. Nem. Ember nincs. Az ember szintén a tapasztalatom tárgya. Én legbensőbb valóságomban nem ember vagyok, hanem alany, és én önmagam, mint alany. Nem ember. Az ember az már másodlagos itt. Én ember is vagyok természetesen, de az már másodlagos. Az elsőrendű az, hogy én alany vagyok. Én önmagam vagyok alanyként. Most a tradicionális tanítások, például vegyük alapul a hindu tradíciót, hindu tradíciót, ezt szanszkrit nyelven átmának nevezi. A szó alaptő formája átman, a egyes szám alany esete átmá. Összetételi formája átma. Hát nevezhetjük átmannak, vagy átmának. Tehát az átmá azt jelenti, hogy önmaga. De hozzá kell tenni az önmagamot. Tehát önmagam. Szorosan az én önmagam úgy hangzik, hogy aham átmá. Aham azt jelenti szanszkrit, hogy én, átmá pedig. Tehát én önmagam, aham átmá. De az átmá szó mélyebben ragad meg engem, mint egyszerűen az én. Ez ennek a tanításnak, tehát a hindu tanításnak centrális fogalma. A buddhizmus elsősorban az anátmát veti fel. Az anátma nem átmá. Ezt azért hangsúlyozza olyan erősen, hogy semmit ne tekintsek önmagamnak, ami nem teljesen önmagam. Tehát se a testemet, se a lelkemet, még a szellememet se. Önmagamnak csak önmagamat tekintsem.
ez egy indirekt, látszólag egy tagadás, valójában és mélyebben nézve egy közvetett és igen erős igenlést jelent. De csak az abszolút önmagamra vonatkoztatva. Tehát semmilyen viszonylagos önmagamra nem. Tehát nem mondhatom sem a testemre, sem a lelkemre, sem még a szellememre se, sem funkcióimra, érzéseimre, vagy gondolkodásomra, vagy akarásomra sem mondhatom ezt. Önmagam az önmagam, én önmagam. Tehát ezért hangsúlyozom mindig, hogy az úgynevezett átma váda, itt átma váda, tehát az önmagamnak a tanítása, doktrinája, és az anátma váda, ennek a tagadó kifejezése, a legszorosabban összetartoznak. Tehát amikor átma vádát állítom, és amellett foglalok állást, akkor az anátma vádát is állítom. És az anátma vádával együtt az átma vádát. Tehát ezek nincsenek meg egymás nélkül, és ezek egymásra alapozódó szemléletek. A buddhizmus az anátma vádát hangsúlyozza, a hinduizmus az átma vádát. Még nincs szó ellentétről és igazi különbségről. Ugyanarról van szó. És arról, hogy a szolipszisztikus szemlélet ettől elválaszthatatlan, ez tulajdonképpen ezt jelenti, kizárólag ezt jelenti, és semmiféle más filozófiai interpretációja nem lehet ennek a tanításnak. Ha filozófia nyelvén fejezem ki, akkor szolipszizmus. Méghozzá, hogy úgy mondjam, mágikus szolipszizmus. Mert nem csak én vagyok egyedül, én önmagam vagyok, hanem én önmagamból következik, szinte mágikus értelemben minden. A világegyetem, az élőlények sokszerűsége és sokasága. A tárgyak megszámlálhatatlansága. Minden belőlem következően. Én önmagamból következően. Ha ezt nem hangsúlyozzuk a hinduizmus és buddhizmus vonatkozásában, akkor tulajdonképpen nem értünk ezekből semmit. Akik ezekben a irányzatokban például Magyarországon működnek, általában, talán nem mindig, de általában az én felfogásomat tagadják és helytelennek minősítik. Ezzel rögtön elárulják, hogy ami mellett állást foglalnak, hinduizmus, saivizmus, vajsnavizmus, stb., hogy ebből nem értenek semmit. Tehát nem értik azt, ami mellett állást foglalnak. Mert ezeknek másképp nincs értelmük. A hinduizmusnak és buddhizmusnak enélkül, a szemlélet nélkül nincs értelme. Hiszen mi a végső cél? A végső cél az, hogy én önmagam
teljesen én önmagam legyek. Maradéktalanul. Már is én önmagam vagyok, de nem eléggé. És e között, a nem eléggé és a teljesen között mérhetetlen a különbség. Mérhetetlen. Tehát már is én önmagam vagyok, de nem eléggé. Ez a lényeg ezeknek a tanításoknak. Azt kell megvalósítanom, hogy teljesen én önmagam legyek. Amikor a másnak a lobogása ellobban, mint egy láng, amely utolsó lobban válszik ki, így lehet elképzelni, ez azt jelenti nirvána. A nirvána szó szerinti fordítása ellobbanás. Amikor a másnak, a heteronnak a lángja ellobban, ez a nirvána. Másik értelmezésben bódi, felébredés, metafizikai felébredés. A lét minden állapotából változó és kontingens állapotából való felébredés. Nem csak az álomból való felébredés, az ébrenlétből való felébredés is. Tehát minden esetlegességből felébredni. Ez a bódhi. Ez a metafizikai felébredés. Tehát az ellobbanás és a metafizikai felébredés ugyanaz. De ugyanez a győzelem is. Ez a győzelem. Hiszen a Buddha azt jelenti, hogy felébredett. A Samyaksambuddha azt jelenti, hogy tökéletesen tökéletes felébredett. Ez megfelel a Jaina tradícióban a Jinának, a győzedelmesnek. Te legyőz minden esetlegességet. Mindent, ami a nem uralt létezéshez tartozik. Le legyőzni. Hát a buddhizmus, a dzsinizmusban, vagy Jaina tradícióban a végső célt megvalósított dzsinának nevezik, vagy győzedelmesnek. De olykor Buddhának. És a buddhizmusban olykor dzsinának nevezik a Buddhát, tehát győzedelmesnek. Ugyanarról van szó lényegében, más kifejezéssel, más szimbolikával, más grammatikával, de ugyanarról van szó. Hát a felébredés bódhi, ami ugyanakkor megfelel, még más szavaknak, a móksának például, ami megszabadulást jelent, felszabadulást. Muktinak, ami körülbelül ugyanezt jelenti. Hát különböző oldalról próbálja érzékeltetni azt, amit teljesen és pontosan és kimerítően kifejezni nem lehet. De ez a végső cél. És itt metafizikai győzelemről, és metafizikai felébredésről, és metafizikai felszabadulásról van szó.
metafizikai, vagyis olyan, ami túllép, túlnő, a létesülteken, a létezőkön. A létezőkön. Tehát ez jelenti a metafizikai felébredés. Túl a létezőkön felébredni. És akkor ez mindenre kiterjedő. Tudjuk, hogy a tradicionális doktrinák értelmében, aki felszabadul, sőt, mert bizonyos értelemben már megelőzően is, csak nem, minden tudó és mindenható lesz. Tehát az omnisciencia és omnipotencia az együtt jár. Minden tudó és mindenható. Mindent megtehet. De a célba ér, az visszafelé forgathatja a földet. Mindent megtehet. Megszüntetheti és meg újra teremtheti a világegyetemet. Nincs határa. Hiszen nincs más lét, csak tudati lét van. Csak tudati lét. És a tudat nem lehet más, mint önmagam tudata. Ezért járhat együtt minden tudással és minden hatósággal, sőt tulajdonképpen mind omni agenciával és mindent megtevőség. Minden, ami van, azt én tulajdonképpen legbensőbb, legmélyebb értelemben én magam teszem. A mindenség létét én önmagam teszem. Tehát ezért az ismeret elméleti szolipszizmusban ez a szolipszizmus nem merül ki. A létezés és lételméleti értelemben is fel kell vetni, ha a filozófia nyelven közelítek. Ez nem filozófia, de filozófiai nyelvezettel lehet interpretálható. És a filozófiai nyelvezettel interpretálok, akkor ezt kell mondanom. A szolipszizmus legvégletesebb ellentéte lefelé, mert felfelé nincs, a naív realizmus. A naív realizmus a filozófiára képtelen ember filozófiája. Hogy egy ilyen paradox kifejezéssel éljünk. A filozófiára képtelen ember filozófiája. A dolgok csak úgy vannak. Ez az alapvető. Amikor ezt megpróbálják artikulálni, az egyik első nagyon primitív artikuláció a materializmus. Materializmus úgy tesz, mint a filozófia lenne, de nem az. A materializmus nem éri el a filozófia szintjét. Sem. Nem hogy a szófia a bölcsesség szintjét, a bölcsesség kedvelésének a szintjét sem. A materializmus nem filozófia.
mint hogy valamikor Kosztolányi Ádám barátom, Kosztolányi Dezső fia mondta, hogy ő nem érti, hogy itt miért tisztelik némelyek Lukács Györgyöt, mert voltak gyenge filozófusok. Ilyennek tartottak például Kaiserlinget. Szóval vannak gyenge filozófusok, de filozófusok. Szóval Lukács György nem volt filozófus. És ebben teljesen igaza volt. Lehetett volna az, de önmagát megakadályozta abban, hogy az legyen. Ő egy ágens volt. Tehát a materializmus már artikulált naív realizmus, de nem annyira artikulált, hogy filozófiává tudja kinőni magát. Szóval vannak további artikulációk, pozitivizmus például. De valamennyi, ezek mind intelligensebbé tett naív realizmusok. De az összes filozófiai irányzat ilyen. Kivéve a helyesen felfogott szolipszizmust. És a világon nagyon kevés filozófus volt, hát a nyugati világban volt filozófia, aki ezt tulajdonképpen elérte. Nagyon kevés. Schopenhauer legmagasabb pillanataiban, mondjuk úgy, hogy nagyon elérte, vagy megközelítette. Buckley szintén úgy súrolta. Fichte is közelített. Otto Weininger rövid élete végén, legvégén, tehát a híres nem és jellem és leszünt karakter idejében még nem. De legutolsó művének idejében, Überdi letzten Dingen idejében már elérte nagyjából a szolipszizmust. Nyílt a szolipszistának, nagyon kevesen vallották magukat. E tekintetben Richard von Schubert-Soldern neve említendő, aki magát nyíltan szolipszistának nevezte. Szóval néha filozófusok legmagasabb pillanataikban eljutottak idáig, de volt, aki nem maradt meg emellett, nem mert nem vállalta fel a szolipszizmust. Hát Buckley püspök sem vállalta fel. Schopenhauer is azt mondta, hogy a szolipszistát nem lehet megcáfolni, de aki a szolipszizmus híve, annak elmegy új intézetben van a helye. Tehát. Ma az elmegyógyi intézetek nem szolipszistákkal vannak. Voltak tele, amik voltak. És egyet szabadon engedtek, mert eladták a hársegy területét.
Azok sem, mint szólépsisták. Sőt, szerintem egy szólépsista sincs között. Mert az úgynevezett normális emberek se jobbak, szóval. Én ezt mindig centrális kérdésnek tekintettem, és mindig súlyt helyeztem rá, hogy az a szellemi vonulat, amit képviselni szeretnék, az ezt is képviselje, állandóan fenntartott jelenlétként képviselje. Soha ne feledkezzék meg erről. Mert ha erről megfeledkezik, akkor az egész szemléletet el lehet dobni. Lehet valamilyen partikuláris jelentősége, de partikuláris jelentősége sok mindennek van. Például annak, hogy hogyan kell helyesen lángost készíteni. Értelmes dolgok. De hát itt nem erről van szó. Szóval csak ennek alapján van értelme az egésznek, hogy ezt önmagamon belül önmagam végzem. A megvalósítást már sok minden elősegíti, elősegítheti és elő is segíti, de azt végül is önmagammal végzem. Önmagamat akarom átalakítani. Mivé? Önmagammá. Mert még nem vagyok eléggé önmagam. Rögtön az vagyok, első lépésben is, de nem eléggé. Ez tulajdonképpen egy kulcs mondat e tekintetben. Nem vagyok eléggé önmagam. És ez a tulajdonképpen egyetlen lépést foglal magába, hogy önmagammá legyek. De ez az egyetlen lépés 10 000-nyi lépésre bomlik. Mert ennél nincs nehezebb feladat. Mert annyira könnyű. Csak azt kell megtennem, hogy felépletek. És ezt mégsem lehet minden tovább nélkül megtenni. Ezért jöttek létre a különböző megvalósítási utak. Ezért jöttek létre a jóga ösvények. Például. Mert egy lépésben mégsem lehet megvalósítani. Hiszen az elsőleges intenció az, hogy ébredj fel. Ébredjek fel. Csak kiderül, hogy nem tudok felébredni. Ezért akkor lépnek be a különböző megvalósítási utak. A realizációs utak. Például a jóga ösvények. Ezért jönnek létre olyan megvalósítás orientált irányzatai a buddhizmusnak, mint például a zen. Mert mégsem megy egy lépésből. Ha menne, nem lenne szükség semmiféle ilyesmire.
Először csak ezt kell megpróbálni, felébredni. Miután ez nem szokott menni, azért van szüksége rengeteg mindenre az embernek. A metafizikai tradíciók a megvalósításért vannak. Tehát megvalósítás nélkül nincs metafizikai tradíció. Nem csak az igazságot mondja el a metafizikai hagyomány, hanem az igazság elérésének a módját is. Felhívja a figyelmet, hogy el kell, ha ez a szándékod valóban, el kell érned. És azt is megmondja nagyjából, hogy hogyan. Mindent nem mondhat el. Nem csak az ezeknek az utaknak egy része mindig titkosított, hanem azért sem, mert nincs mit elmondani. Nem elmondható dolgok. Nem elmondható. Mi a filozófia síkját, bár fontos és magasrendű síknak tekintjük, egyszer s mint nagyon elégtelen síknak is. A filozófia önmagában nem megvalósítás. Egy filozófus elér valamit, belát valamit, és az álláspontja, hogy aki ezt viszont nem látja be, amit ő belát, az egy marha. Szóval ez az álláspontja. De ez nem elegendő. A tradicionális metafizika és metafizikai tradíció nem merülhet ki ebben. Elmondja a tanítást a lét struktúrájáról. De a birtokba vételt hangsúlyozza, és utána elmondja, hogy hogyan kell birtokba venni a lét totalitását. Nem mondja részletekbe menően, csak nagy vonalakban. Nagy vonalakban. De a megvalósítás és a doktrina, a tanítás szétválaszthatatlan. Megkülönböztethető, de nem választhatók el egymástól. Nagyon fontos, hogy ezt is megkülönböztethetők, meg is kell különböztetni ezeket, de nem választhatók el. Némelyek feleslegesnek tartják a tanítást, a doktrinát, ahogy itt szeretik mondani, az elméletet, de sokkal több, mint elmélet, és a megvalósítási gyakorlatot tartják igazán fontosnak. Tehát az elmélet, több ez, mint elmélet sokkal.
az elmélet szerintük nem nagyon fontos. Tudni kell, de nem lényeges. A megvalósítás az az igazi. Aki a doktrinát feleslegesnek tartja, az tulajdonképpen meg sem tudná mondani, hogy ő mit akar. A doktrina birtokában lehet kimondani, meghatározni a céljaimat. Tehát a doktrina már bizonyos értelemben praxis. Nem lehet örökké megmaradni a doktrinákban, mert akkor az illető nem tett valami alapvetőt önmagával. De a doktrinát ismerni kell mélyen, bensőleg. Lényegileg. Önmagamban gyökerezőnek kell felismernem. Hát köszönöm a figyelmüket.